Sziasztok! A mai az most egy ilyen rendhagyó videó lesz, már csak amiatt is, mert hogy ezt nem a kamerámmal, hanem a telefonommal veszem fel. Most a YouTube csatornámon ilyen előre felvett videókat láthattok, de ezt a mai videót mindenféleképpen szerettem volna megcsinálni, amint lehet, ugyanis nagyon-nagyon sokan érdeklődtök afelől, hogy hogy vagyunk, így, hogy most már ugye négyen vagyunk, hiszen ugye megszületett nemrég a kisfiunk Vince, és rengetegen írtok, és tényleg nagyon-nagyon jól esik, de képtelenség minden egyes üzenetre, meg e-mailre, meg mindenre külön-külön válaszolni, de nagyon-nagyon jól esik az érdeklődésetek, és mivel most éppen egyszerre alszik Lili is, meg Vince is, így arra gondoltam, hogy gyorsan leülök, és megpróbálom felvenni ezt a videót, amiben megosztom veletek azt, hogy hogyan is született Vince. Azért olyan nagyon túl sok információt nem fog megosztani már, mint hogy amilyen too much information. Illetve hát azt, hogy hogy alakulnak így az első napjaink négyesben, két gyerkőccel. Úgyhogy remélem kíváncsiak vagytok rá, és velem tartotok. Kezdjük azzal, hogy én nem természetes úton szültem, hanem programozott császármetszése, ami ugye azt jelenti, hogy az orvosommal előre kitűztük a császármetszésnek az időpontját. Ugye Lili is annó császármetszéssel született, és többek között emiatt is volt most is császármetszés. Március 11-e szombat volt a kitűzött időpont, természetesen, hogyha valami miatt előbb beindult volna a szülés, akkor ez előbb megtörtént volna, de Vince kivárta ezt a március 11-i időpontot. Igazából úgy nézett ki a dolog, hogy mi előző nap elvittük Lilit anyukámékhoz vidékre, ugyanis amíg én kórházban voltam, Lili ott volt anyukáméknál. Pénteken elvittük őt oda a férjemmel, és mi vissza is jöttünk péntek este Pestre, hogy innen tudjunk indulni nyugiban szombat reggel a kórházba. Egyébként abszolút nyugodt voltam, tehát egyáltalán nem idegeskedtem, nem izgultam, ez valószínűleg amiatt volt, hogy volt már egy császármetszésem, tehát azért nagyjából tudtam, hogy mire is számítsak. 9-re kellett bemennünk a kórházba, és az adminisztráció után ugye felvették az adataimat, és akkor utána befektettek az egyik szülőszobára, ott NST-re kötöttek, ez ugye egy olyan szerkezet, ami nézi a babának a szívhangját, illetve azt, hogy vannak-e fájásaim. Ezen kívül kaptam infúziót is, meg ugye megtörténtek az egyéb előkészületek, és utána bejöhetett a férjem is ebbe a szülőszobába, és ott voltunk nagyjából egy ilyen egy-másfél órát, amíg ugye sor került rám, közben ugye bejött a dokim, és mondta, hogy nagyjából ilyen 11 óra után fognak majd bevinni a műtőbe. Egyébként tök nyugisan beszélgettünk a férjemmel, tehát nem izgultunk. Egy pont volt igazából, ami nem volt jó, hogy amikor bekötötték nekem az infúziót, akkor utána így hirtelen elöntött a forróság, és elkezdtem szédülni, de nagyon-nagyon, és azt hittem, hogy el fogok ájulni, és kérdezték, hogy rosszul vagyok, és mondtam, hogy hú, valami nem oké, és mondták, hogy forduljak az oldalamra, mert lehet, hogy a hátonfekvés az annyira nem jó. Úgyhogy az oldalamra fordultam, és utána jobban lettem. Valamikor 11 után jött a műtős fiú, és bekísért a műtőbe. A műtőben várt ugye az altatóorvos, az anesteziológus, illetve az ő asszisztense. Ugye spinális érzéstelenítést kaptam, ami azt jelenti, hogy gerincbe kaptam érzéstelenítést, vagyis nem altattak, tehát magamnál voltam a császármetszés alatt, de ugye fájdalmat nem éreztem, hiszen érzéstelenítést kaptam. Hát megmondom őszintén, hogy az altatóorvos meg az asszisztense egyáltalán nem voltak szimpatikusak, sőt, annó Lilinél egy hihetetlenül cuki, nagyon aranyos altatóorvos volt, aki szuperül beszúrta elsőre a gerincembe az érzéstelenítést. Hát a mostani nem elég, hogy nagyon antipatikus volt, de még kétszer is kellett szúrnia, mert hogy elsőre nem tudom, nem talált be, vagy fogalmam sincs. Megkaptam ugye az érzéstelenítést, és akkor ugye felfektettek a műtőasztalra, tettek elém egy ilyen hát paravánt, hogy ugye ne lássam, hogy mi történik, meg ugye a férjem is bejöhetett a műtétre, és hogy ugye ő se lásson semmit. És gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan történt az egész, mert hát szerintem nem is tudom, tényleg így maximum fél óra alatt megvolt
a császármetszés. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ugye kaptam érzéstelenítést, de ez nem azt jelenti, hogy semmit nem érzek. Fájdalmat nem érzek, de azt, ahogy ugye veszik ki a babát, és így mozgatják, egy ilyen, ez most ilyen hülyé hangzik, de olyan érzés, mint hogyha így nem tudom én, így ráncigálnának, de nyilván nem ráncigálnak, csak nem tudom, hogy, tehát, hogy mi történik olyankor, hiszen nem látom, de tehát ilyen tompa érzést, ahogy így húzzák ki a babát, ezt lehet azért érezni, de fájdalmat nem éreztem. Kivették a babát, nagyon-nagyon cuki volt a dokim, úgy köszön neki, hogy szevasz kisöreg. 11 óra 39-kor született egyébként Vince, és ahogy kivették, akkor ott oldalt megmutatták nekem egy pár másodpercre, de aztán őt elvitték ugye lemérni, meg hát ilyenkor a szokásos ilyen első orvosi vizsgálatok is megtörténnek, és a férjem az ugye kiment vele, tehát ő kint volt, és ez alatt, amíg őt ott ellátták, meg megnézték, addig engem ugye összevartak, tehát befejezték a műtétet. Én igazából annyira meg voltam hatódva, amikor így először megmutatták nekem Vincét, hogy szinte meg sem tudtam szólalni, mert az tényleg egy hihetetlen pillanat. Először is az, amikor hallott, hogy ugye felsír, akkor még ugye nem látom, hiszen akkor emelték ki, de mikor meghallott, hogy felsír, és akkor utána megmutatják, és tényleg ott van az a kis emberke, aki ott fejlődött benned hónapokon keresztül, és annyira hihetetlen, és felszabadító, és megindító érzés, hogy ezt tényleg nem tudom körülírni, szóval egyszerűen csodálatos. Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy a császármetszés az nem igazi szülés, meg ilyenek. Én ezen már túltettem magam, hogy nálam így alakult, hogy mindkét gyermek császármetszéssel született, de most így másodjára próbáltam tényleg megélni az egészet, és átélni, és átadni magam az örömnek, hogy gyermekem születik, mert ugye Lilinél nagyon-nagyon ideges voltam, nagyon stresszeltem, és gyakorlatilag végig majd, hogy nem sírtam az egészet, és most próbáltam azért egy kicsit így jobban megélni ezt, és tényleg egyszerűen csodálatos volt. És akkor ugye miután befejezték a műtétet, azután kitoltak engem, és ott még egy kis időre megmutatták Vincét, de aztán engem vittek a császáros őrzőbe, hiszen ott ugye egy néhány órát el kell tölteni, amíg ugye kimegy az érzéstelenítő hatása, meg megnézik, hogy vagyok. Hát ott igazából pihennem kellett volna, de én annyira fel voltam pörögve, hogy egyszerűen nem tudtam aludni, csak ilyen pár perceket aludtam. Nagyjából 11:30 után volt a császármetszés, és valamikor 4 óra környékén bejöhetett a férjem, mert akkor volt látogatási idő, és akkor felhozták Vincét is. Az volt a rossz, hogy én ugye nem mozgathattam a fejemet, tehát nem emelhettem meg a fejemet, így oldalra mozgathattam, de fel nem emelhettem, mert hogy azt hiszem a műtét után 6 órán keresztül nem lehet így felemelni a fejedet, mert hogyha felemeled, akkor az érzéstelenítés miatt utána borzasztó fejfájásod lesz. Úgyhogy ez így rossz volt, hogy ugye hozták Vincét, de a fejemet nem emelhettem meg, de mégis ott volt velünk, és ott voltunk hármasban. Nagyon hamar elszaradt az 1 óra, mert hogy 1 óra a látogatási idő, tehát addig lehetett ott a férjem, meg addig volt ott Vince is, és nagyon hamar elszaladt az 1 óra, de mégis próbáltam erőt meríteni ezekből a percekből, és hihetetlenül jó volt. Aztán utána ugye elkezdett kimenni belőlem az érzéstelenítő, és na hát az már nem annyira kellemes, meg az sem, hogy itt a császármetszés után ráraknak az ember hasára egy ilyen nehezéket, ami segíti a méh összehúzódását, és bizonyos időközönként odajött a nővér, és így átnyomkodta a hasamat, hogy ezzel is segítsék a méh összehúzódását. És az olyan borzasztó volt. Tehát, hogy amikor Lilinél ezt csinálták nekem, ott ilyen nagyon kómás voltam, és ilyen félálomban voltam, és nem éreztem annyira, most meg teljesen magamnál voltam, amikor így nyomkodták a hasamat, és konkrétan csillagokat láttam. Tehát, hogy pedig nekem, én azt gondolom, hogy elég jó a fájdalomtűrő képességem, de szóval az így elég durva volt, mikor nyomkodták át a hasamat, és akkor utána ugye elkezdett kimenni az érzéstelenítő hatása is, és akkor már ugye elkezdtem érezni a fájdalmat, úgyhogy hoztak is ilyen fájdalomcsillapító infúziót. Nagyjából ilyen 7 óra körül
engedtek le a gyermekágyas osztályra, ott már előtte egy kicsit sétáltam fönt a császáros őrzőben, meg ettem egy-két falatot, látták, hogy jól vagyok alapvetően, úgyhogy elengedtek, hogy lemehessek a gyermekágyas osztályra. Mondtam egy korábbi videómban, azt hiszem, hogy ilyen egyágyas szobába szerettem volna kerülni. Hát ez sajnos nem jött össze, mert hogy konkrétan teltház volt a gyermekágyas osztályon meg mindenhol, úgyhogy négyágyas szobába kerültem, ott még behozták este egy kicsit Vincét, de első éjszaka, aki császármetszéssel szült, annak még nem szokták odaadni a babát, de hát nem aludtam sokat éjjel, már csak azért sem, mert az egyik szobatársam baromira horkolt, tehát hogy így úristen, brutálisan horkolt, tehát a férjem is horkol, de ez az anyuka, ez lekörözte még a férjemet is, szóval nagyon durva volt, úgyhogy nem sokat aludtam. Másnap reggel már hozták Vincét, tehát onnantól kezdve már velem volt. Úgyhogy így próbáltam megismerni őt, meg összeszokni vele. És képzeljétek el, hogy ott a gyermekágyas osztályon az egyik csecsemős nővér egy nagyon-nagyon-nagyon cuki nővér volt, ha jól emlékszem, Szilvinek hívták, nagyon remélem, hogy jól emlékszem a nevére. És képzeljétek el, kiderült, hogy olvassa a blogomat. Tehát mondta, hogy nem hiszem el. Mondta, hogy olyan ismerős vagyok neki, hogy nem én írok blogot véletlenül, és akkor mondtam, hogy de, és így bekattam neki, úristen, nagyon cuki volt egyébként, hát én nem tudom, melyikünk volt jobban megilletődve. Mondta, hogy ha bármi kérdésem van, akkor szóljak neki, és segít. Ő volt egyébként ezen azt hiszem vasárnap volt, akkor volt ő, illetve még azon a napon volt ő, amikor hazajöttem a kórházból, úgyhogy két nap is ő volt ott, és tényleg hihetetlenül cuki volt, és annyira, de aranyos volt. Egyébként a többi nővér is, a többség nagyon aranyos volt, és nagyon kedves, meg segítőkész. Volt egy-kettő, aki kevésbé, de alapvetően azért segítettek a szoptatásban, hogy is álljak neki, meg mit, hogyan csináljak, meg a kis köldökcsónknak a kezelése, szóval tényleg alapvetően nem tudok rosszat mondani, mert elég vegyeseket hallottam egyébként a csecsemős nővérekről. Volt, aki azt mondta, hogy nagyon cukik, volt, aki azt mondta, hogy nagyon nem cukik. Én itt azt mondom, hogy a 80% nagyon kedves és nagyon segítőkész volt, a maradék az kevésbé, de alapvetően nem volt gond velük sem. Nem volt annyira vészes az a négy ágyas szoba, sőt volt egy nap, amikor csak ketten voltunk, az tök jó volt, mert akkor nagyon nyugis volt, de sajnos nem kerültem át egy ágyasba, mert hogy mondom, teltház volt, és voltak még előttem, úgymond, akik vártak az egy ágyas szobára, tehát amikor kiürült, akkor először azoknak szóltak, akik előttem vártak, de mondom, nem volt egyébként annyira gáz, nyilván ez a 8 emberre jutott egy fürdő, az annyira nem kellemes, mert hogy itt két szobához tartozik egy fürdő, ami azért szerintem elég durva, de valahogy mindig sikerült úgy megoldani, hogy mindenki tudjon zuhanyozni és vécézni is, amikor szeretne. Ugye szombaton volt a császármetszés, és szerdán jöhettem haza, hogyha jól emlékszem. Szerdán? Nem, kedden. Vasárnap, hétfőket. Nem, azt hiszem kedden jöhettem haza. Alapvetően pozitív emlékekkel zárom a kórházi tartózkodásunkat, szerencsére mindkettőnkkel minden rendben volt. Hát nekem azért így az első napokban voltak fájdalmaim, megmondom őszintén, jobban fájt, mint annó a Lilivel való császármetszés után, vagy most így arra is gondolom, hogy lehet, hogy akkor is fájt ennyire, csak így az idő megszépítette az emlékeket, de egyébként szerintem nem. Szerintem jobban fájt, mint annó Lilinél. Azért ott van egy viszonylag nagy varrat, ami húzódik, minden nehéz, a mozgás nehéz. Szóval, igen, az első napokban eléggé szenvedtem, megmondom őszintén. Úgyhogy kértem is a fájdalomcsillapítókat, mert muszáj volt, tényleg. Azt mondtam, hogy ugye Lili anyukáméknál volt, de amikor már tudtam, hogy mikor jöhetek haza, akkor visszajöttek Pestre. És a férjem jött el értem a kórházba, tehát Lili nem jött vele, egyébként látogatni sem volt bent Lili, csak a férjem volt bent látogatni, mégpedig azért, mert a klinikán, ahol szültem egyébként, ez a SOTA 1-es klinika, ott nem túl ideálisak a látogatási körülmények, tehát nagyon bénán van megoldva az egész, úgyhogy mondtam, hogy szerintem ne jöjjön be Lili, mert egyszerűen nincs értelme. Két este is volt, amikor FaceTime-oztunk. Meg én azt hiszem, hogy rosszabbul viselte volna, hogyha bejön, és akkor utána hazamegy, de én nem megyek haza. Úgyhogy végül ő nem jött belátogatni, csak a férjem volt belátogatni, ő bent volt egyébként minden nap, amíg bent voltam.
És akkor, amikor jöhettünk haza, akkor is csak a férjem jött értem, addig Lili itthon volt anyukámmal, és itt vártak minket. Készültem ugye ajándékkal, egy olyan kis ajándékkal, amit Vince adott Lilinek, mégpedig egy plüss Miki egérrel, mert egy Lili teljesen rá van kattamva a Miki egérre, és gondoltam, hogy annak biztos, hogy örülni fog. Úgyhogy, ahogy hoztuk haza a kis bébi hordóban Vincét, a takaró alá beraktuk Miki egeret, és amikor ugye jöttünk haza, és beléptem az ajtón, mondtam a férjemnek, hogy ő vigye mindenféleképpen Vincét, hogy ahogy hazaérek, ugye meg tudjam rendesen ölelni Lilit, meg át tudjam ölelni. Nagyon-nagyon örült nekem, én is nagyon örültem neki, mert hihetetlenül hiányzott, tehát ez a pár nap így nélkül, ez tényleg nagyon-nagyon rossz volt. De úgy láttam, hogy engem jobban megviselt, mint ő, tehát ő nagyon jól el volt egyébként anyukáméknál, illetve a férjem is ott volt, ugye, tehát abban a pár napban a férjem is anyukáméknál volt, tehát nem az volt, hogy mindketten eltűntünk itt napokra. Úgyhogy nagyon jól fogadott Lili, és hát ugye utána mutattuk neki Vincét, aki éppen aludt a babakordozóban, és akkor így nézegette, mondtam, hogy hozott neki ajándékot, és akkor vegye le a takaróját, és ott volt a takaró, hát Miki egér, hát ott aztán teljes volt az eufória, tehát olyan szinten örült Lili, hogy azt nem is tudom elmondani, és azóta is mondogatja, hogy Vincétől kapta a Miki egeret. Ez volt az első találkozás, ami én azt gondolom, hogy jól sikerült, és hát tényleg egy megható pillanat volt, mert hát igen, most már két gyerkőcünk van. Hát, hogy Lili hogy fogadta egyébként Vincét? Most, amikor ezt a videót nézitek, Vince 2 hetes. Lili az első 2 napban, amikor itthon voltunk, az első 2 napban ignorálta Vincét. Tehát, hogy így nem foglalkozott vele, mint hogyha nem is lenne. Tehát, hogy semmilyen szinten nem érdekelte, hogy itt van. Aztán utána volt az a harmadik napon, hogy már így néha beszaladt a szobába hozzá, megnézte, hogy ott van-e a kiságyba, meg hogyha éppen itt voltunk kint a nappaliban, de Vince bent aludt, akkor megkérdezte Lili, hogy hol van Vince, meg ilyesmiket, tehát akkor már úgy elkezdett érdeklődni iránta, és akkor valahol így a 4.-5. nap környékén volt az, amikor szerintem így kijött a féltékenység, vagy nem tudom, akkor jött rá, hogy Vince most már mindig itt lesz velünk, és nem megy sehova. Mert hogy akkor így, úristen, tehát hogy így teljesen megborult, és volt, hogy egész nap nyafogott, és egész nap hisztizett, és nem nagyon tudtunk vele mit csinálni, meg mondjuk, hogyha itt kint voltam a kanapén, és éppen szoptattam, akkor állandóan itt ugrált körülöttünk, és hiába mondtuk neki, hogy vigyázzon, hogy nehogy megüsse Vincét. Egyszerűen így semmi nem érdekelte, teljesen bekattant, már bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg így kifordult magából. Amúgy sem egy nyugodt gyerek, meg nem egy egyszerű eset, de most így kb. A duplája, vagy a triplája volt annak, ami így a szokásos szokott lenni. Úgyhogy akkor ott azért kicsit megijedtünk a férjemmel, hogy ez így elég kemény lesz. És hát ez hellyel közzel azóta is tart nagyjából ez az állapot. Van, hogy jobb egy kicsit. Az a szerencsém ugye, hogy a férjem az első pár napban itthon volt velünk. Amikor ezt a videót felveszem, egyébként ez az utolsó nap, amikor még itthon van velünk. És holnaptól még jön anyukám egy ilyen 3-4 napon keresztül hozzánk. De hogy mi lesz akkor, amikor már csak én leszek itthon velük egyedül, azt nem tudom, megmondom őszintén. Egy kicsit kétségbe vagyok esve az a helyzet, tehát hogy eléggé be vagyok tojva, hogy hogyan fogom kezelni így a szituációkat. Igazából hogy alapvetően nem lenne gond, de például amikor szoptatok, akkor ugye nem nagyon tudok mit csinálni Lilivel közben, tehát hogy ki kell találnom igazából, hogy mivel kössem le arra az időre, amíg szoptatok, mert hogy ez van, hogy egy 3-4 órás folyamat. Bár most már azért úgy vettem észre, hogy ügyesebb és gyorsabb Vince, és hamarabb le tudja az evéseket, de igen, tehát hogy az nem egyszerű, hogy attól félek, hogy az alatt, amíg itt ülök a kanapén, és Vince eszik, az alatt csinál valamit Lili, amit nem tudok megadályozni, és esetleg kárt tesz magában, vagy nem tudom, szóval ettől tartok igazából nagyon. Elnézést, csak csengetett egy futár. Szóval eléggé be vagyok tojva attól, hogy hogyan fogom tudni kezelni itt a helyzetet két gyerekkel, de hát
challenge accepted, állok elébe, remélem, hogy ezért majd idővel alakulnak a dolgok, és könnyebb lesz a szitu, vagy nem, nem tudom, majd elválik. Úgyhogy hát az első napok azok nagyjából így néznek ki, igazából próbáljuk túlélni. Keveset alszom, de igazából nem tudom, a kevés alvást azt én úgy viszonylag jól bírom. Bár vannak azért mélypontok. Tehát van, hogy naponta többször is bőgök. Ez részben a fáradtság miatt gondolom, részben a hormonok miatt, ahogy így őrült táncot járnak bennem. De szerintem ez ilyenkor teljesen normális, szóval, hogy... Vagyis hát remélem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen őrült hangulat ingadozásokon, meg hangulatváltozásokon megy keresztül így szülés után. De hát igen, szóval keveset alszom, ezt gondolom látszik is rajtam egyébként, tehát ez ilyenkor azért viszonylag normális. Ja, még annyi, hogy a kórházban volt egyébként ilyen babafotózás, amiről most szerencsére nem maradtunk le, ugye Lilinél anno ez nem volt meg ez a lehetőség, hiszen ő koraszülött volt, és a koraszülött osztályra ugye nem jönnek fotózni értelemszerűen, csak a gyermekágyas osztályra. Egyébként majdnem most is lemaradtunk róla, mert jött egyik nap ez a fotós csajszi, a szobatársamhoz, akinek hozta a kézképeket, és akkor kérdezte, hogy az én babámat lefotózták-e, már mondtam, hogy nem, és akkor mondta, hogy jó, kiosztja a maradék fotós csomagot, és utána jön vissza fotózni. Mondom, rendben van. Hát aztán jól nem jött, tehát hogy én így kb. Vártam egész délután, hogy majd jön, nem jött, szuper. És akkor másnap betoppant egy másik csaj, hogy akkor jött fotózni. Ja, mondom, tök jó, oké. Úgyhogy végül sikerült a fotózás, nagyon cuki képek készültek Vincéről, majd szerintem beteszek ide valahova egyet. Meg egyébként pont ma volt itt a, hát én most már úgy mondom, hogy a mi fotósunk, mert már nem tudom én hanyadik fotósorozatot csinálja rólunk, Bea a Fényzugoly fotóstúdióból kijött hozzánk és csinált Vincéről néhány képet. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy azok is milyenek lesznek. Szerintem egyébként cukik, bár túl sokáig nem fotóztunk, mert Vince felébredt. Azt hiszem, hogy ez lett volna a lényeg, amit szerettem volna elmondani, meg amiről igazából a legtöbben érdeklődtetek. És tényleg még egyszer el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon jól esik, hogy rengetegen írtatok, kommenteltetek, üzenetet küldtetek, e-mailt küldtetek. Nagyon cukik vagytok, és tényleg nagyon jól esik, hogy ennyien érdeklődtetek. Én konkrétan bőgtem a kommenteken, tehát hogy így annyira aranyosak vagytok, és annyira szép és kedves dolgokat írtatok, hogy nagyon-nagyon meghatott engem, és tényleg nagyon jól esik, hogy ennyire figyeltek úgymond ránk, és törődtök azzal, hogy mi van velünk, meg érdekelt titeket, hogy mi van velünk. Úgyhogy ezért is akartam mindenféleképpen megcsinálni ezt a videót, hogy tudjatok arról, hogy mi a helyzet. Nem tűnök el, meg nem tűntem el, azért láthatjátok, hogy Instagramon is, meg Facebookon is posztolok, meg ahogy mondtam, most ilyen előre felvett videók mennek majd egy pár hétig, azt nem tudom, hogy pontosan meddig, mert ezt látnom kell még, hogy alakul, hogy tudom megoldani a videózást, mert nem szeretném abba hagyni természetesen, de azért két gyerek mellett ez már elég nagy kihívás, meg kell mondanom. Most az egyébként egy nem tudom én, kivételes alkalom, hogy egyszerre alszanak délután, de hát reméljük, hogy megtartják ezt a jó szokásukat, és akkor tudok majd videózni, vagy ha nem, akkor kitalálom, hogy lehetne ezt megoldani. De remélem, hogy azért az előre felvett videók is tetszenek. Nagyon izgi videók jönnek még egyébként. Úgyhogy most egyelőre elbúcsúzom, de kövessetek Instagramon is, mert hogy ott valószínűleg előbb-utóbb fogok megint live videót csinálni, mert nagyon-nagyon hiányoznak a veletek való beszélgetések, és ott ez tényleg annyira egyszerűen megy egy ilyen live videót csinálni, bármikor leül az ember, hogyha van egy kis ideje. Mondjuk ezt most úgy mondom, mintha olyan sok szabad idővel rendelkeznék mostanában, de mindegy, de hogyha úgy látom, mint ahogy most is, hogy van egy kis nyugalom, akkor mindenféleképpen szeretnék majd megint élő videókat csinálni Instagramon, úgyhogy kövessetek mindenféleképpen. Ide is beteszem az Instagramos felhasználó nevemet, meg a videó alatti leírásban is megtaláljátok, úgyhogy gyertek oda is. Azt hiszem, nem szaporítom tovább a szót, mert nem tudok már semmi értelmeset mondani, de hogyha van bármi kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, és remélem, hogy tetszett ez a videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!